Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Kedves kollégák, a változások által támasztott igények, azok mindig nagy feladatok és kihívások elé állítják a jogalkalmazókat. Ha nem elég fogékonyak az újító törekvésekre, akkor rájuk sütik, hogy képtelenek az új idők új szeleinek felismerésére és vitorlába fogására, ha pedig túlértékelik a reformok nyújtotta intézmények mozgásterét, és ott is sútba vetik a tradicionális megoldásokat, ahol ezt nem feltétlenül szabadna, akkor túlzott radikalizmusuk az észszerű korlátok figyelmen kívül hagyása miatt számíthatnak szemrehányásra. Büntetőeljárási törvényünk egy éves születésnapjához közeledve ezek a hónapok nem kizárt, hogy még jó ideig, a gazdasági bűnözés területén is számos kérdésben a helyes utak és arányok keresésének jegyében zajlanak. Felszólalásomban szeretném néhány szemponttal sejtetni, hogy az említett szélsőségek helyett helyes körben és tartalommal, ha kell, megfelelő kompromisszumok révén próbáljunk közelebb kerülni a bűncselekmények elbírálásának minden szempontból optimális módjához. Amikor az előadásra a megtisztelő felkérést kaptam, még úgy gondoltam, hogy több kérdést tudok érinteni. Szerettem volna a leplezett eszközök gazdasági bűnözés során mindinkább megfigyelhető túlburjánzását kifogásolni, és azt is reméltem, hogy rövid kitérőt tehetek az anyagi jog területére is, a pénzmosások miatti eljárások sajátosan kiterjesztő gyakorlatát bírálva. Mindkét kérdéskör tekintve úgy látom, nehéz a mértéktartó, de egyben indokolt, tehát helyes értelmezés keretei között maradni. A leplezett eszközökről és a pénzmosásról azonban talán majd máskor lesz alkalmam beszélni. Helyesen meg látszik, ha nyitó előadáshoz kapcsolódva magam is az új törvény legnagyobb várakozással kezelt konszenzuális eremei érvényesülésének első tapasztalatairól szólok. Egyes már elhangzott megállapítások esetleges ismétlését vagy nyomatékosítását is vállalva, másokat talán árnyalva, annak vizsgálatára helyezem a hangsúlyt, vajon sikerült-e közel egy év alatt megtalálni az egyesség és a mértékes indítvány intézménye esetében a jogalkotó által kijelölt utat, és hogyan lehetne ezt járhatóbbá tenni. Nézzük meg tehát az előszeretettel vádalkunak nevezett egyesség és általában az eljárási törvény konszenzus kínálta lehetőségeinek problémáját. Általános elvi kérdésekből indulok is, a rövid visszapillantást sem kerülhetem meg, de ígérem, hamarosan megérkezünk a gazdasági bűnözés folyamatosan harctéri övezetnek minősíthető aknamezőjére. Kezdjük azzal, hogy a vádalkú megnevezéssel, noha a kifejezés félrevezető és pontatlan, magam már nem szívesen hadakozom. Több okból sem. Egyrészt, mert mind a közvéleményben, mind a szakzsargonban mélyen meggyökeredzett, másrészt világos, hogy mind az egyességnek, mind a mértékes indítványnak szerintem vannak bizonyos alkú elemei. A terminológiai problémát az okozza, hogy előszeretettel nevezték és nevezik egyaránt vádalkunak a tárgyalásról lemondáshoz társuló beismerést, majd az egyességet, és az értékes bűnözési információ fejében nyújtott eljárási immunitást, továbbmenve gyakran a mediáció során folytatott egyezkedés sem több alkunál. Ne áltassuk magunkat, a legtöbb mediáció ma pénzről szól. Ezeknek az eljárás rendes menetétől eltérést kínáló intézményeknek teljesen eltérő a jogi természete, eredménye, és csak annyi a közös bennük, hogy valójában egyik sem az amerikai értelemben felfogható vádat. Mert nem a vádemelés ténye vagy a vád köre a diskurzus tárgya, legfeljebb az eredményes vád következménye. És ha már több egymástól eltérő intézményt is ugyanazzal a címkével látunk el, az már biztosan félreértésre adható. Legalább szakmai körökben ragaszkodnunk kéne ezért a pontosabb megnevezésekhez.
Az egyességet illetően hosszú és elég kacskaringós út vezetett a mostani szabályozáshoz, ám az előzményeknek és a változó szabályrendszernek nélkülözhetetlen központi eleme mindig a beismerő vallomás volt. A beismerés a büntetőeljárásban voltak éppen mindvégig a bizonyítékok királynője maradt, átmeneti számüzetésének ideje alatt is. Évszázadokkal ezelőtt a beismerő vallomást a kötött bizonyítási rendszerek egyenesen az elítélés kötelező, nélkülözhetetlen feltételeként határozták meg, igaz ugyanakkor annak erőszakos kikényszerítésére törvényi felhatalmazással agyafúrt kínzási módszereket és eszközöket fejlesztettek ki. Korabeli fékek és ellensúlyok látszatának fenntartása érdekében előírták ugyan, hogy a bíróság előtt visszavont beismerés nem lehet elmarasztalás alapja, ám ilyenkor újabb tortúrák tetszés szerinti sorozata következhetett. Az esetleg kikényszerített beismerő vallomás hitelességének problémája a kényszervallatás hivatalos eltiltása után is fennmaradt. Fajer László még 1905-ben tankönyve 4. kiadásában is azon kesergett, hogy a beismerésnek a kínzásra való hivatkozással történt gyakorli visszavonása képezi a bűnvádi eljárás legnagyobb problémáját. Mivel, idézem, így körülmények között sem a beismerés, sem a visszavonás elfogadására nincs elegendő alap, emiatt a fennforgó többi bizonyítékok etikai ereje is gyengül. Jóval később, a koncepciós perek időszakában szintén addig kellett a terheltet presszionálni, míg mindent töredelmesen be nem vallott, általában azt is, amit soha nem követett el. Annak demonstrálása érdekében, hogy ezzel a szemlélettel és gyakorlattal gyökeresen szakítani kívánnak, a konszolidáció jegyében született 62-es büntetőeljárási TVR, a bizonyítási eszközök felsorolása körében a terhelti vallomást a korábbi első helyről az utolsóra helyezte át. Nem tulajdonítunk már meghatározó jelentőséget a beismerésnek, hangoztatták az akkori kommentátorok, azt gondolván, hogy ezzel a kieszközlését célzó törvénysértésektől is elhatárolódnak. Ekkor került egyébként a törvénybe az is, frissítették fel, hogy a beismerés esetén is be kell szerezni az egyéb bizonyítékokat, amik a mostani törvényben már relativizált formában szerepelnek, olyan módon, hogy a törvény másként nem rendelkezik. A dolog konzekvenciáit a jogalkotó is rövidesen levonta. Tudjuk, hogy számos egyszerűsítő, gyorsító, kiváltó eljárási intézmény már-már a kötött bizonyítás elveit felidézve a bizonyítási eszközök közül egyedül a terhelt beismerő vallomását tette és teszi az általános eljárástól való eltérés elengedhetetlen feltételévé. Beismerés kell a feltételes ügyészi felfüggesztéshez, beismerő vallomás nélkül nincs egyesség, nem érvényes a mértékes indítvány, nem kerülhet sor hiányában mediációra, vagy a büntető végzések és a bíróság elé állítások jelentős részére sem. Ám ne legyen illúzión, bár reméljük, nem lehetünk mindig biztosak benne, hogy ez a beismerés valóban a sokat emlegetett és változatlanul elérendő célként deklarált anyagi igazság megállapításának biztos jele. Hiszen lehet, hogy a terhelt csak az ennek révén elérhető kedvező következmények miatt tesz önvádoló nyilatkozatot. Ezt pedig az ügyészség és a bíróság sokszor saját lelkiismeretét is kicsit megnyugtatva tudomásul veszi, mert módot ad számára értékes idői és szellemi kapacitás felszabadítására. Amire máskor másnak nagy szüksége van. Bár a bíróság például az egyességet elutasíthatja akkor is, ha az iratok annak hitelességét cáfolni látszanak, mégis fogadjuk el, hogy a kétségek erősödését eredményezhető jogalkalmazói aktivitás egy formálódni látszó konszenzus esetén érezhetően lanyhul. A kölcsönös kompromisszumnak tehát, ha az nem vádalkú is, mindig voltak, lehetnek érdek által vezérelt alkú elemei.
A korábbi években, évtizedekben azonban az ezáltal nyerhető előnyök nem váltak a gyakorlat részévé. A tárgyalásról lemondás még 2000 márciusában került az akkori BL-be. A csak bizonyos súlyú bűncselekmények elbírálása során alkalmazható eljárás lényege annak idején az volt, hogyha a vádlott beismerő vallomást tett, és a tárgyalás hagyományos formájáról lemondott, akkor a rá kiszabható büntetés felső határa törvényben garantált módon csökkent. Az eljárás beiktatásának indoka már akkor költségkímélés, egyszerűsítés, gyorsítás volt, sajnos a lemondást az évek során csak az összes ügy alig 0,5%-ában alkalmazták, 60-70 ezer megvádolt személy közül az első években még olyan 200 körüli tárgyalásról lemondás volt, 10 évvel később már csak 30-40, 60-70 ezerből. 2009-ben megpróbálták vonzóbbá tenni, elvileg lehetővé téve, most már a ma is sokat kárhoztatott tényállásból történő megállapodást is. Jól értsük, az előző BL-nek az intézményt érintő első módosítása értelmezhető volt akár úgy is, hogy a megállapodás eredménye a terhelt által beismert bűncselekmény leírásának határozatba, majd vádiratba foglalása volt. Az tehát, hogy a vád a terhelt által beismert bűncselekményt tartalmazza, nem zárta ki a tényállásról való alkudozást sem, ha ez szerencsére nem vált is gyakorlattá. Ám ez sem hozott eredményt, az sok állítólagos formai kötöttség és egyes ügyészi vélemények szerint a büntetési tételkeretek jelentős, a büntetési célok elérését is veszélyeztető csökkenése miatt. Végül a 2 évvel későbbi módosítás, ami a garantált maximum helyett az alsó határ kivételes enyhítésére vonatkozó rendelkezéseit e körben általánossá tette, ez a mai napig gyakorlatilag él, és ezáltal a lehetőséges maximum csökkentése helyett a minimálisan kiszabható büntetéssel operált, szintén nem volt alkalmas előrelépésre. A folyamatos kudarcok okai azok sejthetőek voltak, a vádlottak nem szívesen vállalták a beismeréssel és lemondással szükségképpen együtt járó garantált elítélést, az elvileg ettől függetlenül is nyitva álló enyhítő szakasz reményében. Tagadásukkal tehát nem jártak szükségképpen rosszabbul, de járhattak sokkal jobban is. Vádlotti védői körökben sűrűn idézték az ismeretlen sopronkőhidai szerzőt, aki szerint Konok tagadás 4 év, töredelmes beismerés 6,5. Emellett a korábbi törvény, azon kívül, hogy valóban indokolatlanul túlbonyolította az értelmezési nehézségektől sem mentes szabályozást, nem garantálta az ügyész által rögzített nemű, mértékű, tartalmú büntetés tényleges alkalmazását sem, legfeljebb annak kereteit. És azt, hogy a vádló milyen tartalmú büntetés nem fellebbez meg súlyosításért. Mi más oka lett volna a terhelt büntetés kiszabási körülményekre vonatkozó bírói meghallgatásának? Az új BL egyik deklarált célja ezért a helyzet megváltoztatása a konszenzuális intézmények szélesebb körű alkalmazásának elősegítése volt. Egyrészt egyértelművé vált, hogy a tényállástól és ennek megfelelően a minősítésről nincs alku, másrészt viszont kiszámíthatóvá, pontosan előre láthatóvá vált az egyességben rögzített joghátrány mértéke. A kezdeti tapasztalatok azt látszanak igazolni, amennyire én a gyakorlattól kissé távolabb kerülve ezt meg tudom ítélni, talán módon volt rá, legalábbis részben, hogy az ügyészek a jogalkotói intenciók hatására is felismerték, eljutottunk arra a pontra, amikor éppen az eredményes bűnüldözés érdekében elkerülhetetlen az ügyek, ha úgy tetszik a bűnök erőteljesebb differenciálása, ezáltal a nem racionális, nem megtérülő idő és munkaráfordítást ott lehet hasznosítani, ahol arra inkább szükség van. A terheltek pedig védőik tanácsaira is bátrabban élnek az egyesség lehetőségével, ha előre látják az eljárás következményeit. A vízválasztó, ahogy erre számítani is lehetett,
a végrehajtandó szabadságvesztés és annak felfüggesztése között húzódik. A jelek szerint az ügyészek a beismerés fejében a korábbinál szélesebb körben ajánlják fel a végrehajtandó szabadságvesztés elkerülését. Ez most már valóban alkupozíciót teremthet a gyanúsítottak számára is. Korai még azonban egyenleget vonni, néhány információ alapján azonban megemlítem, hogy előfordultak olyan ügyek, amelyekben súlyos bűncselekmény miatt indult eljárásban, viszonylag egyszerű bizonyítási anyag is meggyőző, gyorsan a tárgyalás anyagává tehető bizonyítékok ellenére került sor egyességkötésre. Indokolt lenne az intézmény célját, funkcióját szem előtt tartani, és figyelembe venni, hogy a büntetőjogi felelősség eldöntésének fő színpada ilyen ügyekben továbbra is a tárgyalás kell legyen. A beismeréssel járó egyszerűsödés és felszabaduló időenergia biztosítása mellett a konferencián tárgyát érintő gazdasági bűnügyek területén van még egy kiemelten fontos kérdéskör, a bűncselekménnyel okozott kár, hátrány megtérülésének biztosítása. A magánszemélyek által elszenvedett vagyoni veszteség kompenzálására a mediáció vagy a feltételes ügyészi felfüggesztés intézménye keretében előírható magatartási szabályok viszonylag tág kereteket biztosítanak. Jóval bonyolultabb a helyzet a költségvetést ért hátrány esetében. Az is felvethető, hogy pusztán a beismeréssel járó bizonyos ráfordítás csökkenés egy ma már jellemzőnek tekinthető több százmilliós, milliárdos költségvetési csalás esetén kézzelfogható kártérítés hiányában nem indokol az állam részéről kedvezményeket. A kár megtérítését azonban honorálni kell. Nem véletlen, hogy az államkincstárt érintő reparációs tetteket másút már évtizedek óta a büntetőeljárás kiváltásaként kezelik. Csak néhány példát említve, Franciaországban a közpénzeket érintő visszaérések esetén az okozott hátrány teljes megfizetése már a múlt század második felétől a vádemeléstől való eltekintéssel jár. Emellett létezik a francia büntetőeljárási jogban a mi egyességünkhöz hasonló eljárás, composition pénale, amiben a kedvező büntetés fejében a beismerés megkövetelése mellett szintén előírják az okozott kár megtérítését. Hollandiában akár 6 éves szabadságvesztés kiváltható a közvagyontért kár teljes megtérítése, és esetleg ezen felül a kár nagyságához igazodó magas összegű pénzbüntetés megfizetése esetén. Teljes kártérítés esetén bizonyos további feltételek teljesülése esetén megszüntetést tesz lehetővé. A svájci, az olasz és más országok szabályozása is. Nálunk nagyon hosszú ideig a kártérítés vagy kárcsökkentés csak enyhítő körülményként funkcionált. És ez egyik oldal igényeit sem elégítette ki. A terhelt általában kevéssé érzékelte a számára kedvező következményeket, az állam pedig az elsíbolt összegnek gyakran legfeljebb csak töredékéhez jutott. Már jó ideje nem férhet hozzá kétség, hogy mindaddig, amíg a kár megtérülése a büntető eljárásban kényszerintézkedésekkel nem, vagy csak csekély mértékben biztosítható, már pedig a lefoglalás és az áralávétel erre mindig csak igen korlátozott lehetőséget kínál, addig az elkövetők számára rentábilis marad a kockázatvállalás. A bűnös úton szerzett gazdasági előny hozzáférhetetlenné, behajthatatlanná válása ugyanis képes ellensúlyozni még hosszú börtönéveket is. Márpedig a vagyonvisszaszerzés hatékonysága, ezt ki kell mondani, változatlanul zsiralmas. Vessünk egy pillantást a következő, csak a költségvetési csalások alakulását érintő kimutatásra. Ez az egységes bűnügyi statisztikai rendszer hivatalos adatai alapján készült. Jól látható, hogy az új BTK hatályba lépése óta az ismertté vált költségvetési csalások száma csaknem folyamatos csökkenés mellett az 5 évvel ezelőtti szám felére zsugorodott.
E jelentős visszaesés ellenére az egy bűncselekményre jutó hátrány összege ugyanakkor nem csökkent, sőt, eltekintve itt is a tendenciát átmenetileg megszakító 2015-ös évtől, közel kétszeresére nőtt. 2014-hez képest fele annyi bűncselekmény kétszer akkora fajlagos hátrányt eredményezett. A vagyonvisszaszerzés új alapokra helyezett, folyamatosan menedzselt és reklámozott rendszere ugyanakkor továbbra sem működik, és nem is tudom, hogy működhet-e valaha. Átmeneti, de így is igen alacsony megtérülési szintet eredményező javulás után a jellemzően adócsalások miatti büntető eljárásban megtérült vagyoni hátrány összege tavaly 10 éves mélypontra zuhant. Az 52 milliárdos hátrányból kevesebb, mint 3 milliárd forint térült meg. Ha egy erre a célra szervezett profi apparátus csak ennyire volt képes, akkor eredmény csak az önkéntes kártérítéstől lehet várni. És erre a megfelelő ellentételezést nyújtani képes egyesség, 5 éves büntetési tétel alatt a feltételes ügyészi felfüggesztés is igen jó lehetőséget kínál. Az érdemi megállapodás elutasításáért igen nagy árat fizetnénk, a költségvetés egy fillért sem látna, vagy továbbra is beérni a visszaszerzett összeg kevesebb, mint egy tizedével, és a börtönnépesség növelése folytán még kiadna elítéltenként és évenként további 4 millió forintot rabtartási költségekre. Vajon nem lenne jobb ehelyett egy jellemzően első bűntényes elkövető esetében eredményesen elérni a hátrány megtérítését, és a felfüggesztés akár hosszabb próbaideje mellett a gazdasági tevékenységtől is hosszabb időre eltiltani? A válaszon talán nem kell sokat töprengenünk. Hasonló ügyekben, amelyek túlnyomó többségében a kétségtől megállapítható tényeken túlmenően a bűnösséget érintő bizonyítás is igen hosszadalmas és körülményes szokott lenni, az egyesség felajánlásával vagy elfogadásával a hátrány megfizetésének, de legalábbis számottevő törlesztésének a reális tényleges lehetőségét is meg kell teremtenünk. Ma azonban nagyrészt csak az elvi lehetőség adott. Az új törvény a feltételes ügyészi felfüggesztés esetén előírható magatartási szabályok körében a kár vagyoni hátrány megfizetésén és jóvátételen kívül kifejezetten nevesíti az adóbevétel vagy vámbevétel csökkenésének megtérítését is, ez a korábbi törvényből még hiányzott. És az egyességnek is része lehet, hiszen a terhelt vállalhatja az ügyészség által megállapított határidőn belül olyan kötelezettségek teljesítését, amely a feltételes ügyészi felfüggesztés esetében előírható. Átemeli tehát ezt a lehetőséget az egyességbe is a törvény a 411. szakasz 5. befejezésében. A gyakorlati megvalósításnak a jelenlegi szabályok mellett nehezen leküzdhető akadályai vannak. Röviden, az egyesség megkötését tekintve a vagyoni reparációt illetően nincs a reális igényt kielégíthető határidő, és nincs megfelelő biztosíték. Ami ugyanis a feltételes ügyészi felfüggesztés körében bár enyhébb keretek között, de biztosan megoldható, az egyesség keretében több, mint problematikus. Feltételes ügyészi felfüggesztés esetén nem pusztán vállalásról van szó, mint az egyességnél, hanem effektív teljesítésről, és erre akár részletekben a felfüggesztés hosszú tartama megfelelő időkeretet is kínál. Ilyenkor a teljesítés elmaradása az eljárás folytatását eredményezi, vádemeléssel jár. Megoldott a probléma a természetes személy mediáció keretében történő kártalanítása tekintetében is. Ilyenkor a teljesítésre a terhetnek a felfüggesztés akár 2 éves időtartamot biztosít. S ha ezt nem használja ki, itt is az eljárás folytatásával számolhat. Az egyesség keretében azonban a sikeres megegyezés így igen rövid időn belül jogerős ítélethez vezet, hiszen ez is volt a cél.
Ám éppen ezért itt nincs felfüggesztési lehetőség is, legalábbis az eljárás módját és kereteit determináló ügyészi döntést illetően nem fűződik következmény a jóvátétel késlekedéséhez vagy akár elmaradásához. Vajon képes a terhelt a költségvetésnek esetleg évekig tartó áfa csalással okozott több százmilliós hátrány néhány héten belüli megfizetésére? Hiszen a nyomozást, mint tudjuk, a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, és az ügyész által megállapított határidő, a nyomozási cselekményre nincs szükség, már pedig nincs, nem mehet értemben a nyomozás határidejének terhére. És vajon lesz olyan ügyész, aki elfogadja az egyességi ajánlatot annak tudatában, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a vádlott részéről elegendő csupán a teljesítési készség és képesség hangoztatása, de bizonytalan ennek realitása? És van még egy látszólag formális probléma. Az egyesség körében vállalt költségvetési kártérítés technikai lebonyolítása. Az általánosítható problémát egy konkrét ügyön keresztül igyekszem megvilágítani. Az ügyészség egy 5-től 10 éves szabadságvesztéssel fenyegetett, több mint 1 milliárdos hátrányt okozó áfa csalási ügyben beismerés és a hátrány megtérítésének vállalása fejében egyességi ajánlatot tett. Az ajánlat 2 évi, 5 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és a gazdasági tevékenységet 5 évi időtartamra történő, erre vonatkozó eltiltás volt. Megjegyzem, ez a korábbi börtöncentrikus szemlélethez képest szokatlanul bátor ajánlatot minősíthető, de mégis lehet racionális alapja, fizesse meg az illető az évek óta húzódó bonyolult büntető eljárásban az 1200 milliós adóbevétel csökkenés, ugyanakkor a büntetés mégis alkalmas legyen újabb bűncselekmény kockázatának minimalizálására. A terhel tudta, hogy a sok éves börtön csak úgy kerülheti el, a fizetési készsége és képessége konkrét tettekben is megmutatkozik. Megkereste tehát a NAV adóhatóságát, hogy megállapodjon a törlesztés módjában, formájában. Ott azt a választ kapta, hogy ha egy kérelmező olyan tartozás megfizetését kívánja vállalni, amelyet az adóhatóság a kérelmező adószámláján nem tart nyilván, akkor a kérelmet érdemben elbírálni nem lehet, azt el kell utasítani. A terhelt tovább próbálkozott, de csak annyit ért el, hogy újabb részlegekhez és osztályokhoz tanácsolták, hát ha ott többet tudnak mondani. Az történt, ami a NAV esetében sajnos elég gyakori, mindegyik szervezeti egységnél már pedig sok van, mindenki csak a saját szűkebb szakterületéhez ért, igaz, ahhoz nagyon. Csak a sokadik próbálkozás után talált végre egy olyan szakembert, akinek rém lett, hogy az adózás rendjéről szóló törvény, mintha tartalmazna előírásokat a bűncselekménnyel okozott adóhiány befizetésének lehetőségére vonatkozóan is. S valóban az ART, amit a BE alapján is, az új BE alapján is módosítottak, lehetővé teszi, hogy az adócsalással, későbbi terminológia szerint költségvetési csalással okozott hátrány, az elkövető a büntetés korlátlan enyhítése, illetve a büntető eljárás során a kiszabható büntetés enyhítése érdekében erre a célra elkülönített számlán befizesse. A második bekezdés szerencsére már alig aktuális. A rendelkezések alaposabb szemügyre vétele azonban azzal az eredménnyel járt, hogy megállapították, az egyébként a megalkotásakor, majd a törvénymódosításkor körültekintőnek szánt jogi szabályozás nem pontosan követte az új büntetőeljárási törvény fogalom és intézményrendszerét, mert kifejezetten továbbra is csak a büntetés enyhítése nevesíti, és ebben korlátozza is. Érdekében történő befizetést teszi lehetővé, az egyesség keretében történő kötelezettségvállalás teljesítése pedig nem ilyen. Többségének bizonyult az a hatósági vélemény, bár rugalmasan vitathatnánk,
hogy az értelmezést akadályozza az elkülönített számlák pontos és egyben megszorító felcímkézése. Megszüntetés, korlátlan enyhítés, enyhítés. És magam is úgy vélem, önmagában az, hogy az egyesség körében kiszabható büntetésre a törvény az enyhítő szakasz alkalmazásának lehetőségét kiterjeszti, nem jelenti egyszer mint azt, hogy a terhelt, a hátrányt a jogerősnek tekinthető döntésig az enyhítés érdekében fizeti meg. Ez csak arra az esetre vonatkozik, ha a terhelt a hagyományos eljárásban a kár megtérítése vagy részbeni megtérítése révén kívánja enyhébb büntetés alapjait megteremteni. Azt lehet tehát mondani, hogy az említett ügy terheltje, ha képes lett volna is az adóhiány rövid időn belüli törlesztésére, erre a jelenlegi törvényi környezet nem nyújt megnyugtató lebonyolítási lehetőséget, amíg az értelmezési vita folyt, az ügyészség visszavonta egyességi ajánlatot. Meg kellene ezért fontolni, hogy az egyességkötés körében történő vagyoni jellegű kötelezettségvállalás esetén a terheltnek a törvény biztosítson észszerű határidőt a sokszor különösen jelentős összegű költségvetési hátrány befizetésére. Ez akár egy ügyfelfüggesztési okrévén is megoldható. Az ominózus adójogszabály harmadik bekezdését az egyértelműség érdekében úgy kellene módosítani, hogy az elkülönített számlára történő befizetés egyesség keretében vállalt összegre is kiterjedhessen. Végül az egyességi ajánlat megtételekor vagy annak elfogadásakor a vádlottat pontosan tájékoztassák a technikai lebonyolítás lehetőségéről is. Mindez természetesen továbbra is lehetővé tenni, hogy a nyomozás során akkor is sor kerülhessen egyességre, ha a teljes kártérítésre esetleg még nem került sor. A vádlott ugyanis a megkötött egyesség általa előnyösnek tartott tartalma továbbra is ösztönözheti jóvátételre, s ha az mégis elmarad, a bíróság nem fogja az egyességet jóváhagyni, hiszen azt meg kell tagadnia akkor is, ha a vádlott egyéb kötelezettségét, így a kártérítést nem teljesítette. Végül engedjenek meg még néhány szót a mértékes indítványról. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem egyesség. Azt is világossá kell tenni, hogy nem valamiféle külön eljárásról van szó, ez a sajátos vádemelési forma nem konkurál a büntető végzéssel és a bírósági elé állítással. Lényegében az általános eljárás egyszerűsítését, lerövidítését célozza, ha nem mindig eredményezi is. Ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy ennek az intézménynek nincsenek is legalábbis a sajátos ajánlattételben testet öltő alkú elemei. Itt tisztelettel óvatosan vitatkozom legfőbb ügyész helyettes úrral. Ne torzítsa a büntetés kiszabási gyakorlatot, de attól bizonyos fokig eltérhet. Az ügyész beismerés esetére tesz konkrét indítványt tartalmazó büntetés kiszabási indítványt, amiről tudható, hogy ezzel egyben sajátos súlyosítási tilalmat konstruál. Ezért az ilyen indítvány, mert konkretizál és maximalizál, már pusztán e körülményeknél fogva ösztönözheti a beismerést. Hiszen a vádlottnak elmagyarázható, hogy együttműködése esetén rosszabbul biztosan nem járhat. De természetesen tartalmazhat bizonyos, észszerű és mértéktartó kedvezményt a remélt beismeréssel járó egyszerűsödés fejében. Ezekre az alkú elemekre tekintettel fordulhat elő, hogy a mértékes indítványt egyes helyeken még mindig sajátos egyességi formának tekintik és úgy is kezelik. Az egyik PhD tanulmányokat folytató bíró kolléga nemrégen megjelentetésre szánt cikket küldött. Szorgalmas munkával 15 járásbírósági és 5 törvényszéki költségvetési csalási ügy előkészítő ülését elemezte. Többek között a következőket írja.
A nyomozati szakban megkezdődő egyesség a bűnösség beismeréséről nevű intézménnyel nem foglalkoztam, mert ilyenre értelemszerűen nem került sor. Miért értelemszerű, azt nem tudom, hát ezekben az ügyekben is van előkészítő ülés. Ami az előkészítő üléseket illeti, a védők az előkészítő ülésre felkészülten megjelentek, és különösen törvényszéki ügyekben bíztak egyesség megkötésében. Ami tehát a nyomozás során nem történt. A vizsgált ügyekben a bíróságnak nem volt kételje a vádlotti beismerésekkel szemben, ennél fogva az egyességet jóvá hagyta. Milyen egyességet? Nem juthatunk más következtetésre, csak arra, hogy azt gondolták, hogy a mértékes indítvány elfogadása az egyesség. Folytatom, az egyik ügyben a vádlott a kezdetektől fogva tagadta bűnösségét. Az okozott 150 milliós forintos vagyoni hátrányra tekintettel a védelem tartott az indítványozott végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásától, a kialakult bírói gyakorlatra figyelemmel 100 millió forint alá csökkentették a vagyoni hátrányt. Van tehát egy bírói gyakorlat, ha nem tudtuk volna, hogy 100 millió forint alatt nem végrehajtandó, azzal, hogy törlesztettek. Az egyesség a perbeszédek alatt, az ügyészség a perbeszédek alatt módosította a vádiratot és konkrét indítványt tett. Próbaidőre felfüggesztett büntetésre, ezt a bíróság ki is szabta. Különösebb kommentár ehhez nem kell, legfeljebb aggódhatunk, hogy mi folyhat egyes járásbíróságokon tárgyalás előkészítésének égisze alatt. Mégis, azon talán elgondolkozhatunk, nem kellene az úgynevezett mértékes indítvány szabályait kicsit rugalmasabbá tenni. Nem tudom. Ilyen indítványt ugyanis az ügyész csak vagy a vádiratban, vagy legkésőbb a vád ismertetésekor tehet. És ekkor még nem tudható, hogy a vádlott beismere. Fenntartja-e korábbi beismerő vallomását? Esetleg továbbra is él a hallgatás jogával? Vagy vallomást tesz? Beismerés esetén beére mennyivel? Mondja tehát a vád, ismertetésekor az ügyész. A törvény pedig hozzáteszi, ez egyben garancia is a védelem számára. Ám a hezitáló terhelt csak a vád ismertetése után kap szót, a kihallgatása keretében, s talán, ha nem hangzott el mértékes indítvány, ő is felvethetné. Vallomást teszek, s megfontolom a tárgyalástól való lemondást is, ha az ügyész úgy nyilatkozik, hogy beéri egy számomra elfogadható büntetéssel. Erre azonban nincs mód, az ügyész módosíthatja a vádat, de ez nézetem szerint mértékes indítvány utólagos megtételére nem jogosíthatja fel. El lehetne azon gondolkodni, hogy vajon feladnánk-e alapvető elveinket, ha az ügyésznek a vádlott nyilatkozatát követően is, de természetesen még az előkészítés során lehetősége lenne mértékes indítvány előterjesztésére. Ha nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, a továbbiakban nem köti előterjesztőjét. Vissza kell térni az általános szabályokhoz, miként a jóvá nem hagyott egyesség esetében is. Kedves kollégák, úgy gondolom, keresnünk kell tovább a reális konszenzus kereteit, szélsőségektől mentesen, észszerű kompromisszumok mentén, abban a reményben, hogy ez olyan hatékony mozgásteret biztosíthat mindkét fél számára, ami nem teszi parttalanná a megállapodások lehetőségét, de nem is gördít elháríthatatlan akadályokat eléjük. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.